köszöntöm Önöket a Katona József könyvtárban, az országos könyvtári napok utolsó előtti estéjén. Ilyenkor, mikor rendkívüli módon hosszabban vagyunk nyitva, akkor mindig egy különleges programmal várjuk az olvasóinkat. Ez rendszerint zenés-táncos program szokott lenni. Ma viszont a dor kerül a középpontba. Én 9 éve vagyok itt a könyvtárban, és nem emlékszem, hogy lett volna itt azóta ilyen típusú program. Hát ennyit a témáról. Aztán az előadó személyéről. Tavasszal kollégáimmal Lagitelken voltunk Lezsák Sándor úr meghívására, és ott Szattanos Benedek vezetett bennünket körbe a Hungarikum ligetben, és olyan átütő volt az ő előadása, ahogy ott körbe vezetett bennünket, különös tekintettel a Magyar Borok Katedrálisában, aminek ő a vezetője, hogy azt gondoltuk, hogy őt mindenképp meghívjuk ide Kecskemétre, hogy tartson nekünk előadást a borokról, a bor kultúráról. Most az előbb elmondta nekem azt is, hogy ő egyébként tanár, pedagógia, pszichológia szakon végzett. Úgyhogy én nem szaporítom tovább a szót, hanem átadom vendégünknek, Szattanos Benedeknek, fogadják őt szeretettel. Köszönöm szépen, nagyon kedvesek és nagyon megtisztelő, hogy eljöttek itt szombat este ide a könyvtárba, és hogy jöjjenek ide, mert ez egy nagyon szuper intézmény, közművelődési. Magam is dolgoztam a közművelődésben, van, aki az Abórából ismer, és nagyon örülök és megtiszteltető, hogy itt állok. Én magam egy születi fesztiválból jövök, ahol jó hangulat volt, és mondtam Barnabásnak, hogy mivel tudtam, hogy én már oda megyek ott is előadni, hogy hát azért ne jöjjünk már üres kézzel, már bekészítettünk azért egy kis kóstolót itt az előadás közben, hogy önök is megkóstolják, amiről beszélek. Majd picit mozgok így az asztal a határ, hogy beszél a kamera is. A bor élet, a bor csoda, ez az előadásom címe. Próbálok erről nagyon egyszerűen, érthetően, több kultúrát, korszakot említve beszélni, hogy miért csoda a bor, és miért élet. Hát először is egy idézettel kezdeném, hogy Isten megteremtette a világot, nap és a föld nászából megszületett a szőlő, szőlőből az ember megalkotta a bort, hogy közelebb érezze magát a mindenhatóhoz. Ez egy nagyon szép kis idézet, egyszerűen, hogy a mindenhatóhoz érezzük magunkat közelebb. Egy nagyon picit ugorjunk vissza még az ősemberek korszakába, hogy is jött ez az alkoholos italok fogyasztása, és utána a bor. Mondom, nagyon egyszerűen fogom mondani. Az ősember is megtapasztalta, hogyha erjedt gyümölcsnek a levét megissza, vagy maga a gyümölcsöt megeszi, akkor hát egy picit ilyen mámoros, oldottabb hangulatba kerül, és az volt a lényege, hogy mit okozott ez neki, hogy nem félt. Hát az ő idejében, amikor ő préda is volt, meg hát ő is vadászott, bizony a félelem az nagyon ott volt abban a korszakban is, maga az emberre is nagyon jellemző a félelem, a szorongás. Ugye az állatok mindig a jelenben élnek, azok csak megijednek, de szorongani, félni nem tudnak. Viszont az emberek, mi az nagy intelligenciánkkal, mi sajnos, vagy nem sajnos, de félünk. Na most ez az alkoholos ital, ez oldotta ezt a félelmet, és hát jó kedvre derült. És úgy gondolta, hogy ez az Istenek itala, hogy ő ilyen csodába részesülhetett, mert azt megtapasztalta, hogy ha kifacsarja a szőlő, vagy más gyümölcs levét is, hogy utána megforr és egy más ital lesz belőle, ami kémiailag is más, mint a must és a bor, az teljesen más ital kémiailag, abban ő isteni csodát vélt felfedezni, egy isteni beavatkozást. Még annyit erről a bor élet, bor csodáról, hogy ez nem az én gondolatom, hanem maga a rómaiak mondták azt, hogy vita vinum est, hogy a bor élet. Már ez onnan származik. Még annyit a bor eredetéről, hogy elgondolkozunk néha, hogy mióta iszunk bort a történelm folyamán, nem tudjuk meghatározni, ez végül is az egész történelmünket követi, már az ősi kultúrában, Mezopotámia, vagy asszíroknál, de akár keleten, Indiában, Kínában is fogyasztottak alkoholos italokat és bort is. Tehát nem tudjuk, hogy milyen régen ősidők óta fogyasztanak. Tehát a bor élet visszatérve a római korra, a római katonának nagyon fontos volt,
mert a rómaiaknak köszönhetjük, hogy Európában a tudatos szőlőkultúra elterjedt. A római vitte magával a szőlőveszőt, vagy ahol talált, ott tudatosan a leigázott népekkel szőlőt műveltetett, hogy ő tudjon inni bort. Nem csak a római, hanem bárkinek nagyon fontos volt, és azért is itták a bort, mondom, hogy most egy picit azért úgy ugrándozok témákba, és egyszerűen fogalmazok, mert a víz nagyon sokszor fertőzött volt. A rómaiak is, ahogy mentek, gyalog, hódítottak, hát inkább bort ittak, hogy ne kapjanak fertőzést, mert az őkorukban is volt kóli baktérium. A bor egyébként a kóli baktérium számát csökkenti a gyomrunkba. Nem akarok itt olyanokat mondani, hogy egy római légió menetelés közben azért egy kicsit elszaporodott a kóli baktérium, akkor nem nagyon tudott gyorsan menetelni, úgyhogy ők is nagyon szerettek bort fogyasztani. De hogy mégis itt emlegettem, hogy a sör is együtt van a civilizált emberi kultúrával, hogy mi a különbség, mert ez mai napig is elgondolkozunk, hogy sörbor. Én azt mondom, hogy a sör és a bor egyébként jó barát, nincsenek összeveszésbe, hogy így mondjam. A legnagyobb különbség az, hogy a borhoz mindig misztikusságok is kötődtek, mondom, isteni csodaként, isteni adományként emlegették a bort. A sörhöz viszont nem nagyon kötődtek ilyen dolgok. Tehát az volt a lényeg, hogy a sör a hétköznapok itala volt, a bor pedig az ünnepeké, a közösségi összejöveteleké is. Tehát már az egyiptomi korszakban a fáraók piramisainak építése közben is adtak hétköznap a dolgozóknak sört. Az járta a hétköznapi munkába. A bort viszont inkább csak a tehetősebbek, a főpapok ittak, vagy pedig az ünnepi rituális összejöveteleken volt jelen. Ugye csapongok így néha, tehát ott tartok, hogy nem nagyon tudjuk, egy időszámításunk előtt 4000 évvel ezelőtt egy sumér király palotájában van egy hosszú folyosó, ahol a borkészítés lépéseit már dombor művekbe faragták. Tehát időszámításunk előtt 4000 évvel van ez a tárgyi emlékünk. Azért volt hosszú folyosó, mert a vendéget hosszan kísérték be a királyhoz, hogy a király dicsőségét, nagyságát érzékeltessék, és ezen a dombor művön már le van, hát nem rajzolva, hanem vésve, hogy készítették a szöllőt. Ez a legrégebbi tárgyi emlékünk, de hát ettől még régebben is fogyasztottak bort, sőt, sört is. Tehát ez a legnagyobb különbség, hogy a bor mindig közösségi összejövetelek, istenidézések, rituális, misztikus tartalma is van, a sörnek pedig nincs. Általában a boroknak minden kultúrában volt istene, a sörnek nem volt istene. Mondok egy példát, hogy Petőfi év van, beszélgettem Petőfi kutatókkal, mondom, én néha csapongok. Petőfi kutatók elmondták, hogy Petőfi jobban szerette a sört. Bort is szerette, azt is ivott, de inkább sörözött, de a verseiben a sört soha nem írta le. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, ugyanez, amit elkezdtem a sör és a bor különbségéről, hogy a bort illett versbe írni. Vörös Martitól Csokonaidig, Adiig, Fusson, akinek nincs bora, ez a fekete zongora, ugye írja Adi. És a bor, mint mitikus ital is, illett a versbe a sör, az hétköznapi dolog volt, hétköznapi nagyon tápláló ital, az nem annyira illett. Na vissza ebbe a kis történelmi betekintésbe, hogy a görögöknél ugye voltak a tudományos összejöveteleknek hívjuk, Platón írt a szimpóziumokról. A szimpóziumot ma mi tudományos szakmai összejöveteleknek használjuk. Na most a görögök a szimpózium alatt boroztak, ettek. Rituálisan összejöttek csoportba, asztalokon hozták be a szolgák az ételt, ez nagyon érdekes volt, hogy nem tányérokon, hanem asztalokon letették, elkezdtek borozni, és szolgák öntötték korsókba a bort, hígították is a bort, tehát nem töményen itták, mert akkor még magasabb volt az alkoholfoka az ókorba, hogy ne legyenek nagyon mámorosak. De ez a szimpózium, amit ma mi tudományos ülésnek használunk, az ókorban az evés és borozás volt.
És onnan származott, hogy még ma is használjuk ezt a kifejezést, hogy fölállt egy görög ezeken a borozásokon, evéseken, és tartott egy kis előadást, bármilyen témába. Nem volt rangsorrend a szabályok között, tehát bárki, akinek jött a belső intuíció, szellemi, szív, lelki intuíció, az fölállt, és különböző témákba, etika, filozófia, csillagászat, harcművészet tartott egy kis előadást. És amikor ezt befejezte, ittak az egészségére. A szolgák meg arra figyeltek, volt egy irányítója ennek a borozásnak, hogy ha már valaki nagyon megittasodott, akkor több vizet öntöttek a korsóba, úgy vigyáztak végig, hogy azért a szimpózium keretek közül át ne lépjünk ki. Tehát a görögök ezt nagyon kulturáltan csinálták, és hát Platón írt is erről egy könyvet, nagyon, nagyon szép könyv. Tehát meg ott volt a görög kultúrában, és ugye Dionysos volt a borkészítés istene a görög kultúrában, meg is ünnepelték a görögök, ahol persze örömködtek, jókedvűek voltak a Dionysos dicséreteken, ünnepségeken, ott még nem fajult el annyira, mint később a római bakchanáliákon. Dionysos Bacchus ugyanaz az isten volt, csak a római latinosította, átvette. Dionysosról csak egy nagyon picit hagyj említsem meg, hogy ő a kétszer született isten, és nem csak a borkészítésnek, hanem a bátorságnak, a színháznak, a kultúrának is ő volt az istene. Miért mondtam ezt, hogy kétszer született Dionysos? Hát azért, mert ez egy nagyon szép mítikus történet, rendkívül egyszerűen mondom el, aki ezt nálam a jelenlévő között sokkal jobban tudja, az bocsássa meg ezt nekem. De Dionysosról csak ilyen nagyon köznyelven annyit, hogy ugye Zeus és Szemelének volt a gyermeke, ő egy ilyen isten gyermek volt, és hát azért született kétszer, mert Szemelé annyira követelte, hogy jelenjen meg Zeus előtte a maga valójába, hát biztos szerelmes volt Zeusba, hát Zeusba voltak egy páran szerelmesek, mert hát nagyisten volt, főisten, voltak is gyerekei rendesen, de nem ez a lényeg, hanem megjelent Zeus villám formájába, ez volt az igazi megjelenés formája, és hát Szemelét agyoncsapta a villám. Hát ez a Zeus, ez nagyon kegyetlen volt. De hogy megmaradjon a gyermek, Zeus combjába mentették át Dionysoszt, még ott fejlődött, és onnan született meg. Ezért kétszer született Dionysos, tehát egy nagyon kegyelt és nagyon vigyázott isten gyermek volt. És hogy miért tették neki ezt a borkészítést, megint nagyon egyszerűen mondom, hogy ott az istenek világába tényleg leegyszerűsítve mondom, ő ott nevelkedett, játszott, és volt egy barátja, Ampelos. De Ampelos csak félisten volt, és az Ampelos egy idő után azt mondta, hogy biztos nem néz rá föl Dionysos, hiszen ő csak egy félisten, ezért azt mondta, hogy biztos lenézi, ezt azért mesélem, mert egy kicsit tanulságos a mai világunknak is, biztos lenézi Dionysos Ampelos, mert Ampelos csak félisten, hát, hogy kivívja az elismerését, bizony meglovagolt egy bikát. És Dionysos előtt lovagolt a bika hátán. Dionysos nézte is, hogy milyen jó fej ez az Ampelos, és milyen ügyes. Az a lényeg, hogy az irítség istennője egy bögőt küldött a bika szemébe, megszúrta a bika szemét ez a bögöly. Bika megvadult, és ledobta a hátáról, vágtatva egy szakadék szélén Ampeloszt, és Ampelos hát szörnyet halt. És Dionysos odament, és a legkedvesebb barátját siratta, és a mítosz és a legenda szerint egy szőlőnövény nőtt ki a Ampelos a barát sírjából, és megteremtette a szőlőfürtöt, a szőlőnövényét, és megfort Dionysos kezébe, megitta, és megvigasztalódott, és jókedvre derült, és azt mondta, hogy a szőlőnövény formájában a legjobb barátja élet újra, aki elhozta neki a megvigasztalódást a bor formájába, amit ugye a szőlőtől kapott, és ennek az örömnek és megvigasztalódásnak az indítékából Dionysos, mint Isten, átadta az embereknek azt a tudást, hogy hogy lehet a szőlőből bort készíteni, és akkor ők is megvigasztalódjanak, meg örömük teljen
a borban. Van is egy ilyen népi mondás, hogy a bor felszabadítja az örömöket, és elviselhetőbbé teszi a fájdalmakat. Ez nagyon szép mondás. Hát tudják, a bor is azért az ösztön oldalon van, az alkohol hatása miatt, és hát az öröm is ösztön, a nevetés, a tánc, és a többit most itt nem is sorolom, de a bor az erősíti ezt az ösztön oldalt, felszabadítja. Hát régen ott a Dionüszösz ünnepeken, meg a bakchanáliákon is, ott meg azt a rómaiaknál végképp hát felszabadultak az örömök rendesen. Be is tiltották a rómaiak, több korszak volt, hogy tiltották a bakchanáliákat, mert ezt polgárok mívelték, és egy kicsit túlzásba vitték az örömöket, hogy így rendkívül finoman fogalmazza. De hát a bor az egy ilyen ital volt. Egyébként a zsidó kultúrában is megjelenik, hogy azért ezt is megemlítsem, több soron, ott a szöllős kert az maga a zsidó nép az Ószövetségben, az Isten szöllős kertje az a zsidó nép, és csak egy példát, hogy a Peszach vacsoráján, ami ugye az egyiptomi uralomból való menekülésükre emlékező vacsora, egy nagyon nagy megszabadulási ünnep, ott fogyasztanak bort, van egy rituális étrendjük, és ott is jelen van az ünnepi asztalon a bor. Tehát mindig bor került az ünnepi asztalra. Most már nem fogok sokat beszélni az első kóstolóig, de ha már egy kicsit így belecsaptam a kultúrákba, akkor meg kell ugye említenem Jézust, akinél szintén nagyon sokszor találkozunk az Új Szövetségben a szőlő növénnyel is, meg a borral is. Ugye a szőlő növényben például a példabeszédeiben az van, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és az Isten a szőlős gazda. Tehát, hogy mi emberek vagyunk a szőlővesszők, ő a szőlőtő, és a Jóisten pedig a gazdája a szőlős kertnek. Ez több evangéliumi részben megtalálható. A szőlő ősi növény, nagyon sokat példáloztak vele nagy tanítók, hiszen zord körülmények között megél, a gyümölcse fölvidítja az embereket, nagyon tápláló, tehát egy nagyon jó növény volt, úgymond a példabeszédbe. De hát a bor is nagyon sokszor szerepel a jézusi evangéliumokba. Például az első színre lépése a közösség elé, az a kánai mennyegző, ezt önök nagyon jól tudják, hogy akkor jelenik meg Isten fia a hívők szerint először a közönség előtt. Mi ebben a nem vallási szempontból érdekes, hogy van egy lakodalom, aminek már van misztikus tartalma, mert a lakodalomban ott van a legkisebb a családból, ott van a legidősebb, ott van a férfi-nő, ugye a jegyes pár, és ott van annak az esélye, a végtelenség esélye, hogy lesz majd új gyermek, megfogalt az új gyermek. Tehát a lakodalom maga is egy rituális szempontból is egy több mondani való esemény, és Jézus ott lép színre, ami megadja ennek a még nagyobb fokú mondani valóját, hogy az Isten gyermek is lép színre, tehát mégpedig borral. Tehát önök nagyon jól tudják, hogy a kánai mennyegzőbe elfogy a bor, és Mária, Jézus anyja mondja, hogy nincs bor, fiam, hát cselekedjél. Ő azt mondja, hogy még nem jött el az én időm, de aztán mégis Mária azt mondja a szolgáknak, hogy tegyétek, amit a fia mond, és Jézus azt mondja, hogy a jelenlévő 6 vizes korsóból, amit ott mosdásra használtak, rituális mosdásra a zsidók, azt öntsék a vendégeknek, és Jézus a vízből, a kánai mennyegzőn bort csodával ad a vendégeknek. Tehát a vízből bort ad. Ez az első ilyen lépés, ugye tudjuk, hogy majd először a vízből vizet borrá változtatja, utána bort a vérévé, tehát ugye az utolsó vacsoráig majd így jut el ez a bor mitológiája. De visszatérve a kánai mennyegzőre, 6 vizes korsó található, ezt János evangéliumban megtalálhatjuk, ő leírja, és tudjuk, hogy 2-3 metrét fa űrtartalmú volt a vizes korsó, ami kb. 80 liter, tehát 6x80 liter, 480 litert bort ad Jézus a lakodalmas népnek.
Mi ebbe a egyik szimbólum, hogyha most már tudjuk, hogy a bor élet, és ez végig kíséri a bor misztikumát, ahogy említettem, hogy a rómaiak is ezt mondták, hogy a bor élet, a szöllő vére, a bor. Régen a szerződéseket boros kupákból kötették úgy, hogy vérüket folyatták a borba, és közösen megitták a bort. Tehát a kánai mennyegzőn Jézus szimbolikusan életet is odaadja az embereknek, és elkezdődik a bor csodája, misztériuma, ami itt a kánai mennyegzőn megjelenik. És tudják a történetet, hogy mondják, hogy hát itt a jó bor került később az asztalra, pedig általában a jó bort szokták először adni, utána a rosszabbat, amikor ittas a közönség, vagy a nép, itt fordítva került. És ugye Jézus már akkor úgy gondolja, hogy igyatok az én boromból, ami majd az én vérem lesz, ami megvált titeket. Tehát a vallásos keresztény vallásban a bor is így kezdi el a mitológikus szerepét. Tehát bor kerül, élet kerül ebbe a mennyegzőbe. Ennyit egy kicsit így a jézusi korig eljutottunk. De most már befejezem csak az utolsó jézusi dologgal, amikor ugye megalakítja az egyházat, és az utolsó vacsorán is bor kerül az asztalra, és ott mondja, hogy ez az én vérem, tehát ott meg a bort vérré alakítja, és ugye nem idézem pontosan a Bibliát, hogy aki iszik az én boromból, akkor az én véremből, abba én benne leszek, és ő én benne, nem pontosan idéztem, de ennek már nagyon misztikus és nagyon más tartalma, mondani valója van, tehát a mai napig a bor ezt a misztikumot is követi. Egyébként, hogy nálam sokkal műveltebb, okosabb és tanultabb embertől, hogyha aki ezt érdekli, Zelnik József, a Magyar Borakadémia alelnöke írt a Bor csodája című könyvében mindezekről a misztériumokról, ott fantasztikusan le van írva, könyvtárba szerintem ki lehet kölcsönözni Zelnik József a Bor csodája című könyvét, amiben minden ilyen misztikum benne van a bor körül. Na hát eljutottunk Jézusig, de most egy picit akkor most már önök megérdemlik, hogy ilyen kedvesen hallgatnak engem, úgyhogy megkérem a kedves könyvtári kolléganőt, hogy kóstoljanak, aki persze kóstolhat, és akkor megkérem a kedves hölgyet, hogy aki kér, az műanyag porrakat hoztunk, ugye a könyvtár az ugye most a könyvtárba jöttünk kóstolni, ez most jó, tehát voltál a könyvtár. Na tehát csak műanyag porrakat hoztunk be, de ezt nézzék el nekünk, hogy nem üvegporrak, és akkor szerintem, hát én most hagyd beszéljek, mert úgy szeretek beszélni, hogy vagy nem tudom, Barnabás segítesz a porrakat, hogy Barnabás viszi a kelyhet, az életet pedig a kedves kolléganője, úgyhogy maradjanak a helyükön. Én elmondom, hogy milyen bort kóstolunk. Hűtőbe volt, tehát le van hűtve. Ne arra úgy, Barnabás, hogy így erre megkértelek, hogy így dolgoztatlak, de akkor vagy aki kér egy pohárkával, Barnabás, vidd oda a porrat, és akkor majd kolléganő önt, mert nem tudjuk, hogy ki kér. Jó, szerintem megoldjuk itt a könyvtárba. Most egy olyan alkalom van, hogy a könyvtárban kóstolhatunk is. Persze, teljesen ingyen, ajándékból. Ezt Dabasi Gábor úr küldte, és nagyon megtisztelő volt neki, hogy elhozhattam. Ez egy írsai olivér. Azt, hogy most én itt önök előtt így beszélhetek, azért az is az apropója, hogy szüret után vagyunk, befejeződött nagyjából a szüret, most már a szüreti bálok felvonulások korszaka van, viszont Márton nap előtt vagyunk, és ezért is kaptam ezt a igazgatónőtől és Barnabástól ezt a meghívást, hogy szüret után Márton előtt egy kicsit beszéljünk a borkultúráról. Szóval ez Dabasi Gábor bora, Lakitelek környéki szőlőből, neki is ott van a Hungarikum Liget átellenébe van a Damax borászata. Kitűnő borász, és ez az írsai olivéri, azért annyit itt Kecskeméten, hogy mondjak, hogy az írsai olivért Kocsis Pál nemesítette,
1928-ban, és a legkedvesebb barátjának született gyermeke, akit Írsai Olivérnek hívtak, és onnan kapta ez a szőlőfajta a nevét. A pozsonyi fehérből és a Csaba gyöngyeből nemesíti, ugye a pozsonyi fehér volt a borszőlő, a Csaba gyöngye a csemegeszőlő, és abból nemesíti Kocsis Pál, akinek egyébként unokája él, Kocsis Pál, és a Matthias Borrend nagymestere, elnöke. Dabasi Gábor, én is tagja vagyok a Matthias Borrendnek. Úgyhogy ez az Írsai Olivér, ez egy abszolút kunsági kecskemét, hiszen Kocsis Pálnak díszsírhelye van a temetőben. Ez egy nagyon idevaló bor, és azért egy picit illatozzuk meg ebből a kis kehelyből, mert ennek az írsainak nagyon szép illata van, kedves, ez egy reduktív bor, tehát nem kapott oxigént az erjedése alatt. Jó kis ropogó savai vannak, nem idei bor, nem idei szüreti bor, hanem még az elmúlt szüret bora. Még nincsenek kész a borok, még most szűrik, még várni kell egy pár hetet, hogy az új írsait kóstoljuk. Egy nagyon kedves bor és tökéletes állapotú most is, és mondom, hűtőben volt. Picit kezembe vettem ezt a kis boros kelyhet utánzó kis poharat, egy picit még a rituálékról hagy beszéljek, mert ez egy nagyon szép dolognak tartom. A bor élet, azt megtanultuk úgymond ma, a boros kehely, az pedig a Szent Grál, ugye Jézus utolsó vacsoráján ivott a porrából, ami utána a Szent Grál lett, és ezt a Szent Grált kutatták, keresték, őrizték, ebbe én most nem akarok belemenni, mert nem ez a szakterületem. Több helyen, európai templomban állítják, hogy a Szent Grált őrzik. Spanyolországban van az legerősebb állítás, hogy oda került, de most mondom, ebben nem merek belemenni. Viszont a formájáról csak annyit, hogy Onyx pohárba itták régen a bort, ez egy kő, egy nemes kő, ez az Onyx, ez ilyen barna kő, amit nagyon sokáig kézzel, egy eszközzel faragtak ki, hogy a űrtartalma meglegyen, és ez egy ilyen kehelyszerű, kőformájú pohár volt, és hogyha elmegyünk most mondjuk egy katolikus misére, akkor ez a kehely olyan formája van, mint annak idején ennek az Onyx boros pohárnak, viszont egy tartót tettek a kőpohár alá, aminek volt talpa meg szára, tehát magyarul ez a forma, hogyha most nem is pontosan, de az utolsó vacsora poharára is hasonlít. Na most ez miért fontos? Azért, mert a Szent Grál az a végtelenség, az egészség szimbóluma, az a kehelylét, ez megint egy misztikus dolog, ugye az élet, Jézus vére belekerül a Szent Grálba, a kehelybe, és ennek már megint szakrális szempontjai vannak, hogy a Szent Grál az örökkévalóságot szimbolizálja, tehát az élet benne az örökkévalóság kehelybe, a kehelylétbe van az élet, ugye kicsit így elvontan, de ugye azért tetszenek érteni, de ami nagyon szép ebbe a rituáléba, sokszor, amikor bort kóstolunk, egy gyertyát is mögé teszünk a pohárnak. Mert ugye ott tudjuk megnézni a színét. Mert ugye úgy kell bort kóstolni, hogy először a színét nézzük, ha mögötte van egy gyertya, hát most itt nem gyertyázunk, meg a műanyag pohárral jobbnak látjuk nem gyertyázni, akkor ott látjuk a legjobban a bornak a színét, a természetes fénynél, a gyertya fénynél. Most mi akkor a gyertya szimbóluma? Ha ott van az öröklét, az élet, a gyertya az élő ember szimbóluma. Nagyon sok esetben az ünnepekkor is. Miért? Azért, mert mindannyian amennyien élünk, a szeretetünkkel, a szenvedélyünkkel, a tudásunkkal, az életünkkel világítunk a sötétbe. Utat mutatunk a szeretteinknek, a rokonainknak, a barátainknak, a munkatársainknak, és világítunk, mint egy gyertya, munkatársaknak is, stb. Tehát az élő ember szimbóluma a gyertya, az égő gyertya, a fényével, és hát sajnos fogy az életünk, az időt nem tudjuk megállítani, a gyertya is fogy.
Van egy nagyon szép ciszterci rendnek egy mondása, akik a bencésektől származnak, egy kisebb rend, de eredendően bencések voltak. Ugye Zircen található meg Magyarországon a ciszterciek egyik központja, ott van egy nagyon szép mondás, hogy lángolj és világíts. Ezt én nagyon szeretem, pszichológiából is, lélektanból is. Két szó, és összefoglalja ezt a gyertyafényt. Lángolj és világíts. Ez azt jelenti, hogy azt is jelenti, hogy ne égjünk ki, hogy a munkánkban, magánéletünkben megmaradjon a szenvedély, az érzelem, az akarás, az energia, lángolj és világíts. Két szó, árderet, lúcere, hogy mondják ugye a ciszterciek. És nagyon szép ez a mondat, ami a gyertyára is mondhatjuk, és ott szimbolizál minket. Tehát, hogyha otthon egyedül többen leteszünk borosporat, szentgrál öröklét szimbolizálja a bor az élet, már a rómaiok óta, és ott világít a gyertya, akár egy-kettő, akár több, az meg az élő ember szimbóluma. Tehát ezek nagyon szép dolgok, és mivel, hogy most október eleje van, és a szüret az persze egy termékenységi ünnep, amin azért most már túl vagyunk, azért a következő ünnepünk, ezt hagyj említsem meg, ugye a Minden Szentek és a Halottak napja, november 1-2. Na most itt csak arra térek ki, hogy ugye a Halottak napja, ott is például a katolikusok gyertyát gyújtanak a sírra, ugye ezt tudjuk. Most kicsit elmentem a borról, de a gyertya miatt szerintem érdemes. Ott is a elhunyt életére emlékezünk ilyenkor, amikor ezt a úgymond rituálét, ünnepi rituálét, emlékezést megcsináljuk. Ott is az élő embert jelenti a gyertya, csak akkor az elhunyt életére emlékezünk vissza, és az a rituáléja, ezt azért mondom, mert nem soká ugye Minden Szentek, hogy ő az életével milyen utat mutatott nekünk, ő miket mondott nekünk, mit tanultunk tőle, mi az a kép, amire emlékszünk az elhunyt életéből, az ő fényéből. Nem akarom ragozni, ugye érthető. Tehát a bornál ott az élet, ott az öröklét, a kehely, és ott az ember, a világító gyertya, ez nagyon szép rituális dolgok. És akkor még csak annyit az ünnepekről, ami nagyon fontos megélnünk, mert az ünnepek megszépítik az életünket, a hétköznapokból kiemelnek, hogy ezután jön a Márton nap, és akkor visszajön most már a borhoz, ugye a Márton nap pedig az új bor ünnepe. És csak nagyon röviden, tényleg azért, mert pár hét múlva ott tartunk, hogy Szent Márton a Szent Istvánunknak is nagy példaképe volt, a zászlajára varatta Szent Márton jelvényét, és egy nagyon, nagyon nagy szent volt, ugye római katona volt, tudjuk a történetét, 316-17-ben született a mai Szombathelyen, most ezt a bor miatt engedjék meg, hogy ezt elmondjam, remélem, hogy nem sok egy kicsit ez a történelemből, de Szent Márton egy magyar szent, itt született, egy római tribunus, egy tisztnek a fiaként, és római katona volt. És a legenda szerint ugye már, amikor nem Magyarországon tartózkodott, lovas tiszt lett, ugye látott egy kapunál egy koldus szegényt, és a vörös római lovas palástját elvágta, és a didergő koldus szegény terítette. Ugye ezt megint ismerik a Szent Márton legendába, látjuk is az ábrázolásokban római katonaként, és utána álmában a koldus, ez a didergő szegény ember, ez Jézust jelenítette meg, és ő megtért, mint római katona, mint római tiszt, és keresztény lett Szent Márton, és le is szerelt, állítólag a legenda szerint az utolsó csatájára, mert nem lehetett csak úgy lelépni egy római seregből se. Először azzal vádolták, hogy gyáva azért akar leszerelni, és állítólag római mellvért páncél nélkül állt ki tisztként az első sorba, ilyen barbárok elleni csatába, nem vett föl páncélt, de megegyeztek a barbár vezér és a római vezér, és nem volt ütközet, és ez is isteni jelnek tekintette Márton, hiszen ez a mellvér nélkül valószínű, hogy elvérzett volna nyíltól, dárdától. Szóval az a lényeg, hogy ő megtért, és utána a francia területen
keresztény közösséget alapított, de gyógyító szent volt, egész életében gyógyított, és 90-valahány éves korában hal meg, Tourba, a mai napig szentként tisztelik a sírját, és az a lényeg, hogy gyógyított. Valószínűleg ivott bort, mert a római katonák ittak bort rendesen. Ahogy említettem, hogy ők a szőlőkultúrát ugye elterjesztették Európába, és fogyasztották is nem kevés mértékben a bort. De erről írásos feljegyzésünk nincs, viszont ez is szép történet, hogy Szent Márton gyógyító szent, betegeket gyógyított, a mai napig gyógyító kegyhely a túri sírja, és a borhoz kötődik, és a bornak is az egyik szentje, de ennek az a hagyománya, hogy pont a november 11-i Márton napra beérnek az új borok. Ha jól emlékszem, november 8-án hal meg Márton, de 11-én temetik, ezért van Mártonnak 11-én, de egy nagyon nagy európai védőszent, és még csak annyit, hogy a népi hagyomány a Márton naphoz, hogy kifort az új bor, volt mit inni. Ez egy nagy mulatság volt a Mártonnak. A régi időkben egyéves fizetést Mártonnakkor adták oda a dolgozónak, és ugye a betakarítás megtörtént, szület megtörtént, ez volt az utolsó ünnep, amikor még örömködés volt, buli, evés, ivás, és utána már közeledett a téli elcsendesedés, az adventi időszak, amikor már visszavonultak. Még annyit erről a Mártonról, hogy ugye a liba kötődik hozzá. A liba azért volt a népi Márton napkor ott, mert a nyári szaporulatot nem bírták a téli karámba beterelni, mert sok volt, és akkor így a fizetés mellé adták a szárnyasokat is a embereknek, a dolgozóknak, hogy kapott pénzt, kapott libát vagy tyúkot, most minden szárnyas, volt új bor, tehát minden adott volt egy jó bulihoz, ugye. Volt fizetés, volt kaja, most ilyen nagyon szlengű mondom, meg volt bor is, úgyhogy a Márton nap ez egy nagyon örömködös buli volt, és utána jöhetett a várakozás, az adventre való felkészülés. Tehát Mártonnak ez a köze, de a bort is hát gyógyítónak mondják. Ugye ma már nagyon sokan kutatják, hogy mi a hosszú élet titka. Biztos önök erről is hallottak. Mediterrán térségbe fölmérték. 90 és 100 éves emberek a mediterrán térségben vannak a legtöbben, ezek görög-olasz szigetek, földközi tengeri szigeten, és azt tényleg kutatják, az dokumentumfilmek is vannak róla, és a tesztekből kiderült, hogy minden nap egy kevés bort isznak ezek az idős emberek, ami jó hatással van erre. Ilyenkor mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy mennyi az a kevés. Ez nagyon jó kérdés, és ezt még elmondom, és utána megkóstoljuk a másikot is. Én erre azt szoktam mondani, hogy mindenki egy heminát tudom, egy heminát kell naponta inni. Biztos önök közül sokan tudják, mi ez a hemina, de ez is nagyon ideillő történet. Ugyanis beszéltem Szent Mártonról, mint a borhoz kötődő szentről, de nekünk van egy európai nagy szentünk, hát ugye a nevem is Benedek, de én nem vagyok szent, de Szent Benedek az volt, aki, ha jól emlékszem, hogy 500-valahányban, Monte Cassino-ban, Közép-Olaszországban egy kolostort alapít, és ott ő megalapítja a Benedek rendet, ami a mai napig egy világ minden országában, nagyon sok országában vannak bencések, nem csak Tianyban, Pannonhalmán, mint nálunk, hanem van Brazíliában, Nyugat-Európában, Keleten is. Tehát egy ilyen rendről van szó, de ennek az alapjait ez a Szent Benedek teszi le. És azért Európa védőszentje, mert egy közösséget alapított. Jól működő közösséget, hiszen a mai napig működik az ő által alapított közösség, és úgy, hogy ő írt egy regulákat, hogy hogy éljenek az emberek ebbe a közösségbe. A mindennapjaikról írt egy regulát. És ebbe a regulákba nagyon okosan beleírja, hogy minden testvérem naponta egy hemina bort igyon. Nagyon okos volt, ugyanis nem tette mértékegységbe, hogy mennyit kell naponta inni, mert a hemina azt jelenti, hogy mindenki a maga mértéke szerint. Ez nagyon okos dolog volt, tehát
Tehát van, akinek ugye egy deci a heminája, könyvben olvastam, hogy a hölgyek naponta egy deci a tankönyv, férfiak a két deci. De ha már itt vagyunk a könyvtárban, azért hogy említsem meg Ady Endrét, akinek azért nem egy-két deci volt a heminája. Itt is a könyvtárban nemrég láttam Ady Endréről egy kiváló színházi filmet, bocsánat, pont ebbe a terembe, de most nem csapongok, hanem Adinak, hát több volt. Egyébként nem bántani akarom, zseniális kedvenc költőm, de ő gyakran járt Balatonfüredre kezeltetni magát a szanatóriumba, akkor még nem szívkórház volt szanatórium, és ott leírták, és Zákony Ferenc balatonfüredi helytörténeti könyvében lehet olvasni, ott van a levél fénymásolata, hogy az akkori fürdő főorvos azt írja le, hogy nagy költőnket nem tudjuk kezelni, mert nappal a női rajongók lepik el a szobáját, hát ő akkor nagy sztár volt. Éjszaka, este cigányt hivat, bort kér, és mulatozik a cigányokkal reggelig. Mindezt a kórtermébe, vagy hát szanatóriumba. Ja, és hát a lényeget majdnem elfelejtem. Ady Endre kezeltünk napi 4 liter bort kér, hogy jól érezze magát a szanatóriumba. És hát tudjuk, hogy Adinak amúgy nem a májával volt nagy baja, hanem 18-ban a spanyolnátha vitte el. Tehát az ő heminája, hogy Adival itt példálozzak, hát egy picit több volt. Lehet, hogy a zenészek is ittak abból 4 literből, nem fogom ezt Adira, de bírta. Egyébként, aki hozzászoktatja magát, és ez most nem az alkohol reklámja, félre ne értsék, de azért a borászok is tudnak mennyiséget. Tehát aki azért úgy 20-30-40 éve úgy iszogat, én ilyen Bok Józseffel dolgoztam együtt a legtöbbet, őt ismerem a legjobban, az ő heminája is azért több volt, mint egy liter, és semmi baja a májának egyébként, hál' Istennek a mai napig. De hát senki ne egy borászhoz hasonlítsa magát, főleg tényleg egy olyan borászhoz, mint akit itt név szerint említettem, ilyen kitűnő borászhoz, aki mondjuk tényleg gyerekkora óta, fiatalkora óta ehhez hozzászokott, úgyhogy nem ez a heminá. Még annyit a paronhalmáról, és utána tényleg jön a második kóstolom, hogy azért a bencések megfogalmazzák, hogy mi ez a hemina nagyon aranyosan, aki rámegy a weboldalukra, a bencések azt írják, hogy annyi az egy hemina, hogy angyalok símogassanak minket belülről, de az ördögöt ne piszkáljuk föl. És ez nagyon szép megfogalmazás, hogy az ördög azért aludjon. Mondjuk egy kicsit csapongani akarok, aki jár villányba, ott azért van ez az ördög sztori. Ugye a William Pincészet, hogy egy kis reklámot is csinált, ne csak kiváló Bok Józsefnek, hanem a Williamnek is ott van ez a sorozat, a Helka, a Boszorkány, a Macska, meg az ördög, ezek bornevek. Ott azért az ördög följött, föl lett piszkálva, de nem azért, mert túl sokat ittak az akkori villányiak, hanem olyan szép volt a boszorkány lánya, a Helka, hogy beleszeretett az ördög, és hát el akarta venni feleségül. De ez egy másik történet, nézzenek utána, nagyon szép történet, nem sikerült neki. Jó, el is hajította a ekéjét, amivel szántotta a szársonyót, és ott fölbugyogott a harkány a gyógyvíz. Nem mondom el a sztorit, mert ígyunk, kóstoljuk, ezt utána kell nézni ennek a ördögmacska, most az ördögről jutott eszembe, ez az ördögmacska boszorkány, de az ördögöt ne piszkáljuk föl, Helkát se vitte el, megmaradt a villánya körömére a szép boszorkány lány. Na, akkor a kedves kollégák akkor egy kis rozét, kékfrankos rozét kóstoltassanak, ez is még nagyon jó hideg. Dabasi Gáboré, hát itt azért látom, hogy többen abba is lehet, persze, vagy újba is, ki mit kér, ki ahogy kéri. Itt látom, hogy több borértő ember is itt van körünkbe. Dabasi Gábor borát azért is hoztam, egy ő küldte,
ajándékként, a másik pedig az, hogy Bács-Kiskun vármegye bora, ez a kékfrankos rozé. Tehát ez most jelenleg a Bács-Kiskun vármegye hivatalos bora, amit egy versenyen szakértő zsűrivel több tétel közül választanak ki, mégpedig úgy, hogy nem tudják, hogy kinek a borát pontozzák, díjazzák, hiszen ez úgynevezett vakkostaláson történik, amikor az üveg be van takarva egy kis zsákocskával, az összes benevezett tétel, és hát idén Dabasi Gábor kékfrankos rozéja nyerte el a legjobbat ezen a versenyen, a legjobbnak járó díjat, ami feljogosította arra, hogy Bács-Kiskun vármegye bora legyen. Kékfrankos rozé, nem akarok erről sokat mondani, kékfrankos szőlőből van, picitázik a héján, ezért lesz csak ilyen szép piros, nem 5-6-10-15 napig áztatják a héján, hogy vörösbor legyen, aki nem ért a borhoz, ezért lesz rozé, mert a héján nem ázik sokat. Ez egy könnyű technika bizonyos értelemben, egyáltalán lehet ilyet mondani, hogy könnyű a dolga a borásznak, de egy nagyon illatos, málnás, szedres, kedves kis bor, és még nem új bor, még nem vagyunk Márton napnál. De ezek nem mennyiségek, tényleg tessenek bátran, aki megteheti, megkóstolnia, már ennyit beszélek róla, és üdítően hat. Felszabadítja egy kicsit az örömöket, szombat este van. Jó volt a szöllő, a szüret, de a borásznak most nagyon kell dolgozni, Dabasi Gábor is már hónapok óta keményen dolgozik a fiával és a munkatársaival, hogy az új bora is legalább ilyen jó legyen, mint ez, mert tényleg az írsai olivér is egy nagyon jó tétel, ez meg Kecskemétváros bora volt egy évvel ezelőtt, most jelenleg a Cserszegélyen nyerte meg a legutóbbit, ez pedig mondom, ez a kékfrankos rozé, Dabasi Gábor, itt vannak a címkék is, ez pedig Bács-Kiskun vármegye bora. Én a munkahelyemen vele vagyok kapcsolatban, mert a Hungarikum Ligetben találtam Magyar Borok Katedrálisát, csak nagyon röviden még erről, hogy az egy kunhalom forma, nem is a földfelszín alatt van, mint a pincék, hanem földfelszín fölött. Igazából a bor kultúrát mutatja be, a borrégiókat, borvidékeket, és egyfajta közművelődési jelleggel, mint magyar érték, mint a magyar bor érték. És ott itt csoportokat fogadunk borozni, borkóstolásra, és ott az ország minden borvidékéről kóstoltatunk borokat. A Magyar Borok Katedrálisában az a szabály, amit a Magyar Borakadémia javasolt nekünk, hogy év bortermelőitől legyenek ott borok, és a helyi borásztól. Sok borászunk van, sok kitűnő borászunk, de ott az év bortermelői vannak jelen. Ők is azért elég sokan vannak, már évtizedek óta adják ezt a díjat. Egy borász egyszer kaphatja meg, minden évben kap egy borász egy ilyen díjat. Most a legutóbbi ifjabb Figula Mihály, a jelenlegi legutóbbi év borásza, ő kapta meg legutóbb ezt a díjat, és olyan még nem volt ennek a díj történetében, hogy egy borászcsalád idősebb tagja is megkapja a díjat, meg a fiatalabb tagja is, mert Figula Mihály, az édesapja megkapta már ezt a díjat, nem is azt hiszem 2000-ben, de nem vagyok ebben annyira biztos, de ő már sajnos nem él, az idősebb Figula Mihály, de most megkapta a fia Balatonfüredről, de Figula Misi előtt egy hölgy kapta meg, Prüha Éva, a nyakaspincészet főborásza, annak előtte pedig egy badacsonyi borász, Tamás, segítsen, aki hirtelen, Borbély Tamás, nagyon köszönöm a hölgytől, hogy Borbély Tamás volt, aki szintén kitűnő borász, de látják, hogy egy hölgy is itt van a sorrendben, a nyakaspincészet híres, de nem, ott egy Prüha Éva, vagy kiváló borász, hölgy a cénborász a díja. Na, tehát akkor ezt is megkóstoltuk, hát a borsorunkban vörös kéne, hogy következzen, de egy Dabasi Gábornak nincs vörös bora, úgyhogy ezt majd otthon tessenek folytatni a vörös bort.
Mert lehet a borkultúráról beszélni egyébként, és ez is nagyon megtisztelő, hogy tetszenek itt hallgatni, de az igazi az, amikor az ember kimegy a borvidékre, vagy a szőlőhöz, és ott megnézi a szőlőt, a természetet, és utána pedig maga a borozás koronája, amikor közösségbe, szeretteink körébe borozunk. Most emlegettem itt borászokat, én nemrég vendégként a katedrálisba, a Hungarikum Ligetbe Vida Péter járt, meg szoktunk hívni sztárborászokat, hát ott gyönyörűen beszélt arról, hogy rezgése van minden élőnek, a bornak is, hiszen a bor is él, ugyanúgy fejlődik, mint az ember, hogy van fiatalkora, van csúcsa, amikor a legjobb élvezeti állapotában van, és van úgymond hanyatlás, és amikor csökken az élvezeti értéke. De rezeg, él a bor, mint az ember, és Vida Péter azt mondja, hogy amikor a szeretteink körébe, főleg a párkapcsolati körbe, hát leülünk borozni, akkor aztán ott olyan rezgések lesznek, a bor is rezeg, mi is rezgünk, és ezt nem így mondja Vida Péter nálam sokkal szebben, de hogy ezek az igazi boros élmények, persze a baráti körben is rezgünk, tehát tényleg így kell, ez az ünnep igazából. De még ha már az ünnepet itt mondtam, most már tényleg röviden, hogy nagyon fontos, hogy megünnepeljük, mert kiragadnak minket a hétköznapokból. Ugye jelenség, hogy fásultá válunk, jelenség, hogy burnout, kiégünk, stb. A régiek átélték, megünnepelték, nem csak egy gyakorlati forma volt az ünnep, hanem át is élték, tudták is azért a tartalmát, és ez föltöltötte őket energiával. Meg volt az éves ritmusa az ünnepeknek, nem véletlen, ahogy következnek egymás után. És az egyik alap dolog, amivel az ünnepet megtiszteljük, hogy mivel nem hétköznapi dologról van szó, már a terítésbe is nem hétköznapiul terítünk, és akkor a szép boros poharat kell a borozáshoz letenni, meg kell adni a módját, és természetesen az ételekbe is, a küllembe, vagy akár a fölöltözésünkbe, hogy adjuk meg a módját ezeknek az ünnepeknek, hiszen így éljük át azt, hogy van értelme az életünknek, nem csak a munkás hétköznapokkal, hanem az ünnepek adnak egyfajta tartalmat az életnek, hogy nem csak úgy folyik a hétköznapokkal az életünk, hanem az ünnepek adnak mindenféle energiát, rituális tartalmat, eltöltjük az időt, az életünket, az ünnepek nagyon fontosak ilyen szempontból, és a bor az mindig az ünnep része. Még annyit szeretnék elmondani, tényleg most már röviden, hogy visszamegyek még egy picit Jézushoz, aki azt mondja, hogy akinek nincs bora, nincs öröme. Ezt már mondtam? Még nem? Jó. Bocsánat, már én is így este van. Van egy ilyen krisztusi mondat, hogy akinek nincs bora, annak nincs öröme. A bor sokszor a Bibliában az öröm szimbolikája is, és ugye ez megint mit jelenthet? Hogyha a borhoz beletesszük az életet, hogy ez szimbolizálja, hogy akinek nincs élete, annak nincs öröme. Most ez az ünnepekről jutott eszembe, hogy meg kell a tartalmát adni, a módját, hogy legyen örömünk, legyen borunk, mert ez már egy sokértelmű mondat, hogyha a bor helyett az életet beletesítjük, hogy akinek nincs élete, annak nincs öröme. Ezen már azért el lehet gondolkozni, és azért ez is jelenség. Sokat dolgozunk, stb. Nem akarom ezt mondani, de ez már egy ilyen elgondolkozásra ad okot, hogy hát legyen borunk, legyen örömünk, hogy legyen életünk is. Az ünnep pedig öröm, ami tényleg keresztények mondják, hogy megnyitják az ünnepek előttünk a mennyet. Ezt is úgy szeretem, ezt a kifejezést, hogy ebből is a emelkedettséget hangsúlyozzuk. És akkor befejezésül tényleg annyit, hogy a bor élet, és ezzel mindig találkozhatunk.
Mondom, nem akartam reklámozni a Heminával, de tényleg azt mondják, hogy a rendszeres borfogyasztás egészséges, francia szindróma, kevesebb infarktus van a franciáknál, mert ők is rendszeresen isznak kevés bort, ezt is már hallottuk, de nem az alkoholnak akarok reklámot csinálni, mert mindig a mértékletes fogyasztásról van szó, úgyhogy tényleg a Heminára visszautal, vagy nem akartam ennek olyan reklámot csinálni, hogy ki mennyit iszik, de nem árt. Kardiológusok is mondják, Pap Lajosra gondolok, hogy nyugodtan lehet inni, szívnek is jót tesz. Meg hát az igazság az idegrendszerünknek is. Na, tehát itt az a leterhelt, racionális, túlterhelt, balagyféltek és gondolkodásunknak jót tesz egy kis ösztönoldal, mert a bor oda tartozik, egy kis lazítás, hogy jobban táncoljunk, nevessünk. Az illatoknál is kikapcsol az agyunk, amikor illatozzuk a bort, akkor is pihentetjük az agyunk leterhelt területeit, amikor az ízekkel kóstolunk, akkor is pihen a agyunk leterhelt területe. Nem véletlen, hogy a főzés is azért is divat, nagy felelősséggel dolgozó vezető embereknél is, mert ki tud kapcsolni, illatok vannak, fűszerek, ízek, és a borozás is nagy divat. Mindenütt ott van az emberi kapcsolatoknál, a magánéletben, az üzleti életben, a bálokon, az ünnepeken, tehát ma már a borozás is ott van, és igenis ki kell kapcsolódnunk ezen az oldalon. Akkor tényleg befejezésről a hivatalos részt, hogy a bor élet, és azzal kezdtem, hogy egy ilyen idézettel, hogy azért ivott az ember bort, hogy közelebb érezze magát a mindenhatóhoz, és ebben tényleg benne van a mindenhatóság is, a misztikum is, vagy a szakralitás, amiről beszéltem, és talán egy olyan idézetet mondok a befejező idézet előtt. A bor élet, kellő tisztelettel kóstolva, felragyog benne a mindenható. Ez is egy szép idézet, hogy a bor élet, kellő tisztelettel felragyog benne a mindenható. És én a kedvenc idézetemmel fejezem be a kis hivatalos előadásomat. Nagyon sokszor elmondtam, és azért mondom el mindig közösség előtt, mert Adi, és Adit már emlegettem, annyira szép ez a pár sora, és annyira megfontolandó a mai helyzetünkben is, hogy ezt is vigyük haza, hogy a bor élet a bor csoda. És Adi írta azt, hogy aki él, az mind-mind örüljön, mert az élet mindenkinek kivételes, szent örömül jön. Úgyhogy akinek van bora, van öröme. Önöknek azt kívánom, hogy legyen boruk, legyen örömök, és a szent életet becsüljék meg. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak.